Nagy örömmel köszöntök mindenkit, és általában ezt komolyan gondolom, amikor elmondom egy előadás elején, de most aztán különösen itt ülve azon gondolkodtam, hogy mikor álltam itt utoljára, ugyanis a Zrínyi Miklós gimnáziumban végeztem, és aztán rájöttem, hogy jobb, ha ezt a kérdést nem feszegetjük. Különösen, hogy nagyon érdekes, hogy rég nem jártam Zalaegerszegen, mert a gimnázium befejezése után Budapestre költöztem, és ott jártam egyetemre, és azóta is ott élek. Viszont most itt vagyok, és szombaton pedig szinte jövök, akkor osztálytalálkozóra. Úgyhogy ez így nagyon érdekesen alakult az élet, és hát tényleg nagyon örülök, hogy itt lehetek. És hát a pályaorientáció kapcsán is nagyon sok minden eszembe jutott, amiről professzor úr is beszélt, hogy az iskolának ebben milyen szerepe van. Annak idején én a diák önkormányzat elnöke voltam az iskolában. Én ennek kapcsán nagyon jó van voltam az akkori iskolaszék elnöke, Kocsis Gyulával, aki azon a megyei ügyészségnek volt akkor az elnök helyettese, és hát nagyrészt ennek is köszönhetem, hogy aztán jogász lettem, de nem klasszikus jogi pályán dolgozom, hanem a tudományos kutatói utánpótlás neveléssel foglalkozom, ami ugye még a gimnáziumi évek alatt szervező tevékenységem folytatásának is tekinthető valamilyen szempontból. Úgyhogy így átgondolva, ezeken én nem gondolkodtam az utóbbi időben, de most így sok minden megfogalmazódott bennem, és hát nagyon jó érzés most újra itt lenni Zalaegerszegen ebben az iskolában, aminek tényleg nagyon sok mindent köszönhetek. És hát honnan is jöttem? A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalból, aminek a nevében is benne van, hogy mivel foglalkozik, kutatásfejlesztés és innováció, és hát amivel én foglalkozom ezen belül, vezetem az Országos Tudományos Diákkari Tanács titkárságát, amiről fogok beszélni, hogy ez mi is pontosan, és hogy hogyan is kapcsolódik ehhez a tevékenységhez, valamint a mi szervezeti egységünk foglalkozik az Új Nemzeti Kiválóság Programmal, ami pedig egy ilyen egyetemistáknak, illetve doktori hallgatóknak, doktori jelölteknek és fiatal kutatóknak szóló pályázati lehetőség. Tehát a célunk az ezekkel a programokkal értelemszerűen, és így kapcsolódunk be a hivatalba is, hogy a kutatásfejlesztés és innováció, az nem kutatásfejlesztés innováció nem létezik ugye kutatók nélkül, és hát a mi feladatunk az, hogy segítsük, hogy most is vannak kutatók, és hogy a jövőben is legyenek kutatók. És ha már itt tartunk, akkor ugye nagyon fontos kérdés, hogy mit is gondolunk a kutatóról. Van egy 15 meg egy 16 éves unokahogam, úgyhogy belőlük kiindulva sejtem, hogy körülbelül hány percet szoktatok ezen gondolkodni. Egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy általában egyébként, amikor így karrierútról meg életpályáról beszélünk, általában a kutatókról idősebb emberek jutnak eszünkbe, ugye mint Eötvös Loránd, Albert Einstein, Marie Curie, aki ugye nőként két Nobel-díjjal is rendelkezik, ami hát összesen négy ilyen ember van a földön, és az egyikük Marie Curie, aki 1903-ban és 11-ben is Nobel-díjat kapott. Jane Goodall ugye, aki a gorillákat kutatja Afrikában, és Peter Higgs. És amikor így, akit egy ismertek közülük, hogyha így eszetekbe jut, akkor általában ezekről a képekről jutnak ők, vagy ezek a képek jutnak rólunk eszünkbe, és hát nem az, hogy bizony ők is voltak fiatalok. És amikor fiatalok voltak, akkor úgy döntöttek, hogy kutatók lesznek, akár a professzor úr által is említett Hertz példájá is, ugye ő is elment egy pályorientációs tanácsadást a tulajdonképpen, és hát kapott is egy tanácsot, amit nem tartott be, és aztán kutató lett belőle, de hát, hogy ők is elindultak ezen az életpályán. És hát a mostani fiatal generációnak mi is igyekszünk segíteni abban, hogyha érdekli őket ez az életpálya, akkor tudjunk ebben segíteni. Az egyetemeken és főiskolákon egyaránt. És hogy miért jó kutatónak lenni? Hát professzor úr erről már nagyon sok mindent elmondott. Ugye itt egy Szent Györgyi Albert idézetet hoztam, az a látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondol. Ez ugye egy ilyen kutatói élmény, amit sokan megélnek, illetve a kutatók általában megélnek a karrierjük során, és hát nagyon sok kihívás van benne, nagyon sok újdonság, és hát a folyamatos tanulás lehetősége, ezt jellemzi. És hát most pár ilyen példát hoztam még a világ legnagyobb kutatási projektjeiről, amik jelenleg zajlanak. Ezek az ITER, amiről a fénykép is készült, ugye ez a Franciaországban most épülő fúziós erőm, ami már egy
30 éve zajló projekt, és állítólag egyszerre is fog készülni, de van ilyen CERN és LIGO projekt, és hogy ezekben mi az érdekes, az, hogy én ismerek olyan fiatal kutatókat, akik egyetemistaként már valamilyen szinten kapcsolódnak akár a CERN-hez, akár a LIGO-hoz. Tehát, hogy már nagyon fiatalon is közel lehet kerülni ilyen egészen nagy, ezek ilyen nagyon nagy nemzetközi, több ezer kutatót megmozgató projektek. És hogy akkor milyen konkrét lehetőségek vannak a felsőoktatásba bekerülve, ugye mondtam, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkárságát vezetem, ez a rövidítve tudományos diákköri tevékenység a felsőoktatásban, azaz a TDK, ez 1951 óta létezik a magyar felsőoktatásban, Hungarikumnak is nevezzük. Az a lényege, hogy egy fiatal ember bekerülve az egyetemre, főiskolára, hát általában ugye most már ilyen nagy létszámú plenáris oktatás zajlik a felsőoktatásban első évén ilyenkor, illetve a későbbiekben is, de hogy egy-egy mentor segítségével tudományos kutatásokat tud végezni az egyetemen, főiskolákon, és aztán ezt összefoglalja egy pályamunkába, amit aztán első körben bemutat a saját felsőoktatási intézményében, majd pedig elmegy és egy országos szinten, egy országos verseny keretében is erre bemutatja ugyanezt a kutatási eredményt, és hát ez az egy olyan fórum, ahol a különböző felsőoktatási intézményekben tanuló, azonos érdeklődésű fiatalok találkozhatnak egymással, ezt úgy hívják, hogy Országos Tudományos Diákköri Konferencia, és tulajdonképpen mi ennek a szervezésével foglalkozunk, ugye itt látszik, hogy 45 intézménnyel vagyunk kapcsolatban, illetve 16 határon túli intézménnyel, és 13-an vesznek részt ebben a folyamatban, és hát 2018 nyarán kerültünk be a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalba. Ugye beszéltem az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról, 1955-ben tartották meg az első ilyen rendezvényt, akkor 119 pályamunkát mutattak be, és hát látszik, hogy erre van érdeklődés a magyar felsőoktatásban, hiszen most volt 2019-ben a 34. OTDK, ahol pedig 4118 pályamúvel vettek részt fiatalok. Amellett, hogy bemutatkozási lehetőség, van ennek egy verseny jellege is, úgyhogy első, második és harmadik helyezéseket is ki szoktunk osztani, illetve a legjobbak pályázhatnak a Prosciencia aranyéremre, amelyet összesen idén 51-en nyertek el. Látszik, hogy ez egy nagyon komoly kiválasztási folyamat, illetve egy nagyon komoly pályázati rendszer, ami minden mögött van. És hát akkor a másik programunk, ez az Új Nemzeti Kiválóság Program, ami már közvetlenül előbb is érinthet majd titeket, és erre is rá fogok térni. Ez egy nagy állami program, évente 4 milliárd forintos keretösszege, és a kimondott célja a tudományos utánpótlás biztosítása. 2016-17-ben indult el, ennek volt egy előzménye a Nemzeti Kiválóság Program, és azóta megemelték ennek a keretösszegét. Alapképzéstől egészen a fiatal kutatókig, tehát akinek már van doktori fokozata, PhD fokozata, addig vannak pályázataink ebben a keretben, 5 vagy 10 hónapra lehet jelenleg pályázni, és eddig több mint 4600-an nyerték el ezt a támogatást, és ebben az idei év még nincs benne, tehát a 2019-es nyertesek nincsenek benne, ők 2003-mal lesznek egyébként, tehát hogy látszik, hogy van emelkedés. 2020 januárjára tervezzük a következő pályázati kört. Az ösztöndíjak összege az 50 és 300 ezer forint között van, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium a támogató, és a hivatalon pedig a lebonyolítója, a szakmai közreműködője ennek a pályázati kategóriának. Na és hogy ez hogy érintheti a gimnazistákat? Úgyhogy van egy olyan konstrukciónk, egy olyan pályázati kategóriánk, ez a tehetséggel fel, aminek a rólapja is itt látható, egy rakéta a jelképe, hogy azok a fiatalok, akik középiskolában, gimnáziumban jövőre felvételiznek, majd a 2020-21-es tanévben kezdik már majd felsőoktatási tanulmányaikat, és vannak már középiskolai eredményei. A jelenlegi kiírásokban ez mondjuk az OKTV első 10 helyezett, és tudom, hogy az Rényi gimnáziumban vannak olyanok, akiket ez érinthet, mert benne vannak az országos első 10-ben, illetve egy ifjúsági innovációs verseny, de még több ilyen verseny is van, ahol ha valaki helyezést ér el, akkor ha benyújtja ezt a pályázatot, akkor szinte automatikusan
meg is kapja, a nyerési arány az érvényes pályázók között 100%, tehát tényleg érdemes ezzel fog erre pályázni. És abban a felsőoktatási intézményben, ahol aztán megkezdik tanulmányait, oda kell majd pályázni, és ott igénybe tudja venni. Ennek az összege jelen pillanatban a 19-20-as pályázati időszakban 50 000 forint per hó támogatás. Úgyhogy ez így néz ki. Itt vannak az idei keretszámaink, ugye 4386-at adtak be pályázatot, és közülük 2003 fő nyert el. A tehetséggel felpályázatot egyébként összesen 93-on adták be, és a 90 körül el is nyerték. Tehát mindenképpen érdemes erre pályázni azoknak, akiket érint. Az unkp.hu, ez egy viszonylag könnyen megegyezhető honlapcím, azt érdemes figyelni, de a minősített tehetséggondozó műhelyeket erről mindig külön szoktuk tájékoztatni, hogy az Zrínyi Gimnázium az egy minősített tehetséggondozó műhely, úgyhogy így is próbáljuk támogatni azt, hogy a célcsoporthoz eljusson az információ, és azok, akik pályáztak és nyertek, ők nagyon szeretik ezt a programot. Úgyhogy igen, itt szerettem volna elmondani, nagyon köszönöm a figyelmet, és hát sok sikert kívánok majd a tanulmányokhoz, illetve hát majd ha odáig eljutnak, akkor a felvételihez. Köszönöm! Felkérem professzor dr. Kovács László főiskolai tanárt, tartsa meg Ötvös Lóránt a Tudós Tanár című előadást.